Brocasters. Nekünk itt Magyarországon azért a prűdséggel azért van dolgunk, mert hogy emberek, akikkel beszélgetek, használtak ilyen terméket, sokan így felháborodva mondják, hogy ők nem betegek, nekik nincs szükségük ilyenre, és ez nem arról szól. A segédeszköz szó az nem helyes, az örömszerző eszköz. Kell beszélni a szexualitásról, szabad kifejezni a vágyainkat, ugye ebből jött a vágyaim.hu-nak a neve is, és ez az edukációs vonal hozta el azt, hogy mondjuk piacvezetők lettünk Magyarországon, mert hiszünk abban, hogy igenis van hova fejlődni egy erotikában, és ezt be kell vinni a hálószobákba. És abban hiszek, hogy nem erre kell menni, hanem azt, hogy együtt megélni az ember a párjával egy tartós párkapcsolatban. Kötelezővé tettem a mesterséges intelligencia használatot a cégbe, tartottam előadást, feldolgoztam, oktattam a kollégákat, mert azt éreztem, hogy például bennük ellenállás van ez ellen. Szerintem használni kell, és aki nem használja, az lemarad. Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! A mai adás sok szempontból a szexualitás körül fog forogni, ugyanis a vendégem a piacvezető magyar erotikus webáruház, a vágyaim.hu alapítója és tulajdonosa Pörzse Norbert. Norbi, örülök, hogy itt vagy, és több év után összetudtuk hozni ezt a beszélgetést. Szia Imre, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat! A vágyaim.hu tulajdonosa vagy. Az az első kérdésem, hogy amikor egy társaságban te ott megjelensz, és megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, akkor te hogy szoktál bemutatkozni? Pontosan így. Ami egy megindítja utána a beszélgetés, mert itt az emberek nagy részéből azt érzem, hogy érdekli a téma őket, de hogy szégyelik, nem merik így feltenni a kérdéseket, de miután úgy elmondom, hogy mivel foglalkozok, ezzel így rögtön megnyílnak is egy olyan téma jön be, amik a társaságban, ami mondjuk másabb, mint ami eddig volt. Ezzel így nagyon jól lehet embereknek elmondani, hogy mi a küldetéses, hogy mit csinálunk. Szóval van érdeklődés, tehát hogy szeretik. Emlékszem, amikor először találkoztunk 4-5 évvel ezelőtt a karizmatikus előadó tréningen, akkor nekem nagyon tetszett az, hogy azt mondtad, hogy nem csak egy webshopod van, egy nagyon komoly webshopod, hanem te ténylegesen tenni szeretnél azért, hogy a szexuális kultúra fejlődjön Magyarországon, jobban merjünk beszélni a szexualitásról. Miért vetted magadra ezt a hatalmas feladatot, és szerinted hogy állunk mi magyarok most ezen a téren? Tiszek abban, hogy egy tartós párkapcsolathoz egy nagyon jó szexualitást is meg kell élni a pároknak, és azt vettem észre, miután elkezdtük a vágyaim.hu-t csinálni, hogy az emberekből ez hiányzik, és hogy ezzel az edukációval tudunk többet tenni, azzal, hogy elmagyarázzuk, hogy kell beszélni a szexualitásról, szabad kifejezni a vágyainkat, ugye ebből jött a vágyaim.hu-nak a neve is, és ez az edukációs vonal hozta el azt, hogy mondjuk piacvezetők lettünk Magyarországon, mert hiszünk abban, hogy igenis van hova fejlődni egy erotikában, és ezt be kell vinni a hálószobákba. És abban hiszek, hogy nem erre kell menni, hanem azt, hogy együtt megélni az ember a párjával egy tartós párkapcsolatban. És ilyen szempontból a házasságok és családok tovább tudnak együtt maradni, mert hogy az edukációval tudjuk azt elérni, hogy magasabb szinten legyen ez a kapcsolat. Hogyha ezt számszerűsítenénk, akkor mondasz nekünk néhány statisztikát? Például gondolok itt arra, hogy hány terméket árultok a legnépszerűbb magyar webshopban, hány terméket értékesítetek naponta, egyáltalán mik a legnépszerűbb termékek, szerintem ez sok hallgatót is szintén érdekelhet. Jelenleg most 9000 féle termékünk van, tehát ez azt jelenti, hogy annyi fél van a webshopban. A raktárkészletünkben pedig 85 000 darab termék ül a polcon, tehát az jelentős. Évente 550 000 darab terméket értékesítünk. Ugye ezt így visszaosztjuk, akkor ez ilyen napi átlag 2000 termék. A legnépszerűbbek ugye saját társas játékaink vannak, pár társas játékaink. Ez azt jelenti, hogy két fő játsza, ugye szexualitásról, intimitásról szól. Egyre nehezebb feladatokkal jutnak el bizonyos szintekre, és ez így el tudja mélyíteni. Akár az, hogy megosztanak olyan titkokat magukkal, amit ugye eddig nem mertek felvállalni, és hogy ebből mélyebb párkapcsolat jöhet létre. Ezek ugye belépő szintű termékek, ezzel tudjuk ugye az emberek tudását megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak még, mert nem csak arról van szó, hogy két ember szeretkezik, hanem azért itt vannak olyan új megélések, felfedezések, játékosság, pajzánság, ami azért kommunikálni kell, és a társas játékok segítik ezt a kommunikációt. Emellett 2014-ben volt egy nagy forradalom, ez a léghullámos női izgatók, ez egy fantasztikus innováció,
Sose felejtem el, mert a németországi partnerünk hívott telefonon, ami nagyon ritka, tehát azt hittem már, hogy tartozásunk van, vagy bármi nagy baj, de igazából azt mondta, hogy fú, Norbert, itt van egy olyan termék, hogy odaadtuk a kolléganőknek, és ez nagyon durva visszajelzés, hogy ezt azonnal nézzük meg és rendeljük, és ez volt a Womanizer. Erről azt kell tudni, hogy egy német orvoskutató fejlesztette ki egy orvosi mérnök, és igazából a női csikló tudja úgy stimulálni, ami egy percen belül orgazmust tud okozni a hölgyeknek. Ugye ez a termék jött ki 2014-ben. Ezt ugye mi bevezettük a piacra, elmagyaráztuk, hogy mennyire fontos a hölgyeknek, ugye, hogy legyen orgazmus, mert ugye a kutatások azt mutatják, hogy azért párkapcsolatban gyakran színlelik a hölgyek az orgazmus, és nem merik elmondani, hogy nekik hogy jó. Tehát, hogy innen indul az egész vonal a Womanizernek, hogy igenis joguk van mindenkinek, hogy orgazmusa legyen. És ezzel a termékkel tudtunk azt elérni, hogy igazán olyan nők is elkezdtek érdeklődni, és felvállalni azt, hogy beszélnek róla. És küldtünk ki különböző újságíróknak teszterméket, és több online médiába lehozták ezt a terméket. És sose felejtem, hogy lement a cikk, és utána férjek kinyomtatott A4-es lapon a cikkkel álltak a boltunkba, hogy ilyen terméket szeretnének, mert kiderült, hogy a férfiakat is ugye ez zavarja az, hogy a párjuknak nem olyan jó, mint nekik, ezért tesznek is ért, és ők vásárolták így az első terméket a hölgyeknek. Ez egy nagy boom lett azóta. Azóta mi is 30 napos orgazmus garanciát garantálunk erre a termékcsaládra, hogyha nem elégedett a vásárló, akkor a kibontott terméket visszaküldheti, mi visszafizetjük az árát, és a terméket meg leselejtezzük. És szoktak élni ezzel a hölgyek? Tehát, hogy bemennek a boltba, vagy felhívják titeket, hogy nem volt orgazmusom, és akkor kérem vissza az árát? Amikor néztem a statisztikát annak idején, 2014-15-ben eladtunk 10.000 darabot, abból összesen 5-en hozták vissza. Az egy elég jó arány. Jó, hát mert jó volt a termék, tehát hogy azért biztosra mentünk. De az is benne lehet esetleg, hogy szégyellős volt a vásárló, és nem merte bevallani, hogy nála nem működött annyira, vagy? Biztos az is benne van, de végül úgy kommunikáltunk, hogy nyugodtan. Nem fogunk visszakérdezni, nem kérdezünk bizonyítékot, ez egy gesztus afelé, hogy mi hiszünk abba, hogy ez a termék jó, a gyártó is hisz, ki kell próbálni, tehát hogy úgy gondolom, hogy a mi részünkre mindent megtettünk. Mondtad, hogy anno férfiak sorba álltak a Womanizerért. A legfrissebb statisztikák szerint kik a vásárlóitok? Inkább férfiak, inkább hölgyek, életkor, lakhely, vannak erről adataitok? Kicsit többen vannak a férfiak. Én abban gondolkozok, hogy ők bátrabbak, ilyen 55%, a hölgyek 45%. Amit észrevettünk, hogy azért a férfiak általában nőknek is vásárolnak, tehát ők veszik kézbe az irányítást, tehát ezt a bevásárlást ők intézik. 25 és 39 az átlag, tehát hogy ilyen 35-40-es, itt ugye, ha belegondolunk, itt valószínűleg egy-két gyerek már van, régóta együtt vannak, szeretnék elmélyíteni a kapcsolatot, megélni új dolgokat. A legtöbb vásárlunk azok Budapest és vidéki nagyvárosok. És mekkora az átlagos kosárérték? Tehát egy-egy vásárló átlagosan mekkora értékben vásárol tőletek? Az átlagkosárunk jelenleg 17.000 forint, és 2-3 darab terméket rak kosárba. Itt ugye van egy főtermék, és általában a kiegészítőt, akár egy eszköztisztítót, vagy egy síkosítót rak a kosárba. Visszatérő vásárlók, mennyire jellemző, hogy valaki úgymond rákap a vágyaim.hu termékeire? Vannak nagyköveteink, akik elég sokat vásárolnak, hogy ezt a hűségpontrendszerünk ezt támogatja, de ahogy nézzük a statisztikákat, ilyen évente egyszer-kétszer vásárolnak. Ugye az is van, hogy ezek mondhatni tartós termékek, nem fog tönkre menni. Itt igazából, hogyha szeretnének egy újat, akkor fognak vásárolni, de ugye elégedettek a megvásárolt termékkel. És ha jól tudom, nektek van egy fizikai boltotok és egy fizikai raktáratok, ahol meg lehet tekinteni a termékeket? Igen, szerintem Magyarországon nálunk van a legnagyobb raktárkészlet. Ez azt jelenti, hogy nekünk lokációban egy helyen van maga a logisztika. Van egy ilyen 40 négyzetméteres showroomunk, ahol ugye 800 termék van kirakva, de ugye a raktár ott van mögötte, így igazából bármit meg tudunk mutatni a kedves vásárlónak. Ez nagyon nagy előny, mert igazából, amit a weboldalon lehet látni, az ott is van fizikailag, tehát nem máshol, hanem ott. De csak megmutatni, ugye? Tehát kipróbálni nem lehet a termékeket. Van tesztpadunk, tehát vannak olyan termékek, amiket lehet nyomogatni, megfogni, természetesen ez szerintem a vásárlási élménybe beletartozik. Vannak-e manapság trendek így az erotikus termékeket illetően, amik népszerűbbek sokkal, mint a többiek? Látsz erre? Hát az említett léghullámos technológiából jöttek ki más márkák olcsóbb árfekvésben, ugye azok tarolják most a piacot, megjelentek az okos eszközök, tehát azt jelenti, hogy applikációval vezérelhető, akár távolról is, hangot levéve, vagy zeneszámra ritmust, elég nagy innováció van, de mondjuk a legfrissebb hír, hogy a Womanizer együttműködve a Hansgrohe szanitermárkával kihozta a Womanizer zuhanyfejet,
tipikusan hölgyi vásárlóknak. Tehát ez lesz a legújabb bestsellerünk, vagy ami más, mint eddig. Úgy képzeljem el, hogy mielőtt egy terméket belistáznátok, van egy kolléga vagy kolléganő nálatok, aki mindent alaposan letesztel, és azt mondja, hogy na igen, ez jó lesz. Tehát, hogy ez hogy működik? Jó lenne, hogyha így lenne, de azért 9000 terméknél meg azért olyan kollégát találni, aki mind a 9000-et leteszteli. Hát minden terméket kibontunk, lemérjük, megnézzük funkciójába, hogy milyen megfelelő a minőségi standardnak, működik-e az applikációt, ezeket mindenképpen megnézzük, mert hiszek abban, hogy a termékleírásnak a valóságot kell tükrözni. Tehát az, hogy van 9000 termékünk, ahhoz párosul rendes termékleírás is, több mint 1500 terméknél van termékvideónk is. Azzal, hogy mi ezt tudjuk mutatni, hogy ez így működik, így néz ki, ezzel ugye a vásárlónak is megkönnyítik a dolgát. Hogyan hatott rátok a COVID, Norbi? Van egy feltételezésem, de kíváncsi vagyok, hogy vajon mi az igazság. Hát jót tett nekünk a karantén. Az azt jelentette, hogy minden, ami otthon elvégezhető, akár szabadidősport, ugróvár, bármi, vagy akár olyan eszközök, amik akkor kerülnek előre, amikor ugye a gyerekek már alszanak, vagy sötét van, azok nekünk ugye kedvezett. Akkor jól sejtem, a bevételi számaitokban is megmutatkozott. De emellett ugye nekünk ugyanúgy logisztikai problémáink voltak, nehezen kaptunk árut, és ugye a külföldről érkeznek az áru nagy százaléka, azért a árfolyam kitettség is azért folyamatos kihívás elé állított. Nem szerettünk volna folyamatosan emelni, mert nem ez a célunk, de egyszerűen annyira megdrágultak a beszerzési források, hogy ezt nekünk le kellett követnünk később. Most ugye csökkent ugye az árfolyam, ezeket most ugye visszakövettük. Amikor annó indult a vágyaimpont, amikor megálmodtad, akkor ez mégis hogy történt, hogy hát kéne egy webshopot csinálni, különböző vibrátorokat és hasonló eszközöket árulni, ez hogy indult? Meséld már el, kérlek. Hát nem ez volt a jelem az óvodában, hanem végzős főiskolai hallgatóként ugye az internetes kereskedelem lázában égtünk, és több webshopot indítottam el. Volt közt a gyerekjáték, biotermékekkel foglalkozó napszemüveg, és még volt benne Hello Kitty is, és az erotika. És végül az erotika maradt meg, egyszerű oknál fogva itt volt az a adatbázis készlet, amivel lehetett építkezni. Akkor 2007-ben azért a disztribútorok, a nagykereskedők nem tudták, mi ez a számítás technika, vagy mi az az internetes kereskedelem. Jellemző volt az, hogy nem tudtak adatbázist adni, nincs a termék raktáron, nem tud készlet információt adni, ezzel nem lehet vevőt kiszolgálni az interneten. 2007 óta olyan szintre fejlődött a cég, és most ezt szándékosan néztem utána, hogy a hallgatók is el tudják helyezni, hogy 2022-ben 2,65 milliárd forintos volt az árbevételetek, ha jól emlékszem. Minek köszönhető ez a gigantikus fejlődés? És oké, mondhatjuk, hogy 16 év, de milyen lépcsőkön vezetett az út idáig? Elég komplex a működésünk, mert hogy az összes területen legyen szó ügyfélszolgálat, webáruház minőség, készletgazdálkodás, marketingből, mindenből a legjobbat csináljuk, azt gondolom, a piacon. Összefogja mögötte egy rendszer, ami saját rendszerre, és más cégeknek is eladjuk, ez egy webshop ERP, ez a Taranis, és én úgy állok hozzá a cégépítéshez, meg a szolgáltatás minőségéhez, amit én is elvárnék, amikor egy webáruháztól. Tehát ilyen nyugat-európai szintben gondolkodok, például mi már 2011-ben tudtuk azt, hogy ha vásárló délután 5-ig rendelt, ami azt nap feladtuk, és másnap kiszállítottuk. Több mint 12 éve megy, és a piacon most jutott el a más webáruházak, hogy ilyen gyorsan, pontosan. Tehát nekünk az a célunk, hogy gyorsan, pontosan kiszállítsuk a rendelést, amit a vásárló megvásárolt. Ennek az az előnye is, hogy gyorsan reagálunk ugye a rendelésekre, nincs csúszás, nincsen rosszul csomagolás, emiatt az ügyfélszolgálatunk is minimális panasszal dolgozik, mert egyszerűen az ügyfeleink elégedettek. Tehát, hogyha egy vásárló e-mailben kérdez egy információt a termékről, hogy mondjuk hány centi az átmérő, és nincs ott a termék leírásban, akkor megválaszoljuk a vásárlónak, de egyúttal beírjuk a központi adatbázisba, így a következő vásárló már látja ezt az információt. Ez a folyamatos fejlődés jutatott minket oda, hogy évről évre tudtunk nőni. És emögött a te maximalizmusod van, jól sejtem? Szerintem igen. Meg a csapatomnak azoknak a hozzáállása, amivel ugye tudtunk fejlődni. Én ebben nagyon jó vagyok a maximalizmusban és a hatékonyságban, de ugye ez kellett még a kollégáknak a szakmai tudása, ami mondjuk kiegészíti az enyémet. Hány fős csapattal dolgozol? Jelenleg 20 fővel dolgozom. És mit csinálnak ezek a kollégák így nagyjából? Raktárban van 6 lelkes kolléga, aki minden nap azon dolgoznak, hogy a vásárlók megkapják azt, amit rendelnek, és utána boldogak legyenek. Van egy 2 fős ügyfélszolgálatunk, erre büszke vagyok különösen, mert 3 országban vagyunk jelen, 11 webshoppal és 2 kolléga látja el. Tehát ebből látszik, hogy a ügyfeleink elégedettek. Ezt mutatja az is, hogy például az árukereső országbortja versenyén 19 első helyünk van a elmúlt évekből. Emellett van egy 5 fős marketing csapat, amivel most további 5 országba fogunk nyitni ezen a nyáron, mert abban hiszek, hogy Magyarországon már úgy gondolom elértük azt, hogy amit tudunk,
de ahhoz, hogy tovább tudjon lépni a cég, és legyen saját termékbrendünk, ahhoz ugye az kell, hogy környező országokban is tudjunk lenni, árulni. Ennek van stratégiai célja is, de mindenképpen az, hogy hosszú távon itt legyünk, és erősek legyünk. Te mit csinálsz ma már a cégben? Hogy néz ki egy átlagos munkanapod? Ti szeretek a mindenre rálátni, de már ez egyre kevésbé van időm, így megfelelő pozíciókban vannak vezetőim, akik irányítják akár az operációt is, vagy marketinget. Én a stratégiát dolgozom ki, és annak a lépéseit, és az új dolgok éltetnek. Kötelezővé tettem a mesterséges intelligencia használatot a cégbe, tartottam a előadást, feldolgoztam, oktattam a kollégákat, mert azt éreztem, hogy bennük ellenállás van ez ellen. Szerintem használni kell, és aki nem használja, az lemarad. És a következő projekt tényleg az öt országnak az olyan szintű elindítása, ami mondjuk hatékonyságban azt mondom, hogy szerintem nagyon jó, mert hogy adatbázi szinten APIN keresztül fordítjuk mesterséges intelligencia termékleírásokat öt nyelvre, ami a jelen piacon szerintem nagyon jó megoldás, és tök jó fordítások vannak. Ezzel nagyon gyorsan tudjuk tesztelni az adott piacokat, hogy hogyan lehet elindulni, hogy lássuk azt, hogy mennyire jó az az adott piac. Pont egy korábbi adásban, amikor Wawrek Balázsral beszélgettem, a ChatGPT-ről volt szó. Ti is a ChatGPT-t használjátok, vagy valamilyen más szoftvert? Az is jó, de mivel hogy a fordításnál az API-nál kimaradások vannak, így egy másikat használunk, a Deeply fordító API-t, tehát az ebbe professzionálisabb, mert nem hagyja ki a szöveget. Tehát a 9000 terméknél nem fogjuk tudni átnézni öt nyelven, hogy éppen hol állt le. Lehet, hogy később át fogjuk fordítani, mert a rendszer megvan hozzá, tehát igazából egy gombnyomás és pár dollár kérdése, de így nagyon könnyen lehet használni és terjeszkedni. És milyen országok a célpontok? Mondod, hogy öt országba terjeszkedtek tovább. Jelenleg ott vagyunk évek óta Csehországban és Szlovákiában, és a környező országokban fogunk még tovább terjeszkedni. Ide tartozik Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Németország és Románia, és bocsánat, még Olaszország. Mennyivel másabbak azok a piacok, mint a miénk? A nyugat-európai országok sokkal fejlettebbek, ott nincs ez a szégyenérzet. Például a csehek, németek ugye sokkal bevállalósabbak, nincs ez a prűdség, mint Magyarországon. Olyan szempontból sokkal jobban. Tehát például a Németországban a BDSM-es, meg a latex lakruhák sokkal jobban mennek, sokkal erősebb. Ott a szexuális kultúra, az ugye, ott ugye a nudizmus minden máshogy működik, tehát sokkal szabadabb, mint nálunk. Nekünk itt Magyarországon azért a prűdséggel azért van dolgunk, mert hogy emberek, akikkel beszélgetek, használtak ilyen terméket, sokan így felháborodva mondják, hogy ők nem betegek, nekik nincs szükségük ilyenre, és ez nem arról szól. A segédeszköz szó az nem helyes, ez örömszerző eszköz. És ennek mi az oka szerinted, hogy Magyarországon nagyon sokan így reagálnak? Szerintem neveltetés, hogy ez a régi időkből hozza, szóval kell egy-két évtized, hogy ez így szabadabbá legyen. Tehát az, hogy merjük elmondani a vágyainkat, merjünk beszélni róla, időkérdése, de szerintem jó úton haladunk. Akkor az azt jelenti, hogy te már gyerekkorodban is elmerted mondani a vágyaidat, tehát te más jellegű nevelést kaptál, mint nagyon nem, sokan. Nem, ez nekem is egy tudatos személyes fejlődés, az, hogy én is jobban ki tudom fejezni. Ugye, ahogy a céget építettem, én is ugyanúgy rájöttem magánéletbe, hogy lehet hová fejlődni, és hogy kell is. Akkor neked is vannak kedvenc termékeid a webshopban? Vannak, amikre azt gondolom, hogy jó, és statisztika szerint is működnek, azokat mi is használjuk, teszteljük, mert igazából én abban hiszek, hogyha egy kereskedő tudja, hogy mit árul, az a hiteles, tehát hogy ezt így kell csinálni. Tehát az olyan, hogy a pék nyilván hazaviszi a kenyeret meg a kalácsot a családnak, az autószerelőnél ott a család összes autója ott lesz megjavítva. Igen, akkor csak ez egy kicsit izgalmas. Az erotikus webshopos pedig minden héten hazavisz egy új terméket a hát párjának. Nem minden héten, de vannak. És akkor nálatok a kollégáknak is a véren kívül juttatás, az valamilyen termék a polcról, amit lehet. Az is van, meg ugyan ők dolgozói kedvezménye vásárolnak, és vásárolnak is. Van, amikor adunk is olyan terméket, amire azt mondjuk, hogy ez jó, meg természetesen ők is tudják. Ez nem tabu. Tehát, hogy jön egy új kolléga, akkor ugye megvannak szeppenve, de utána nekik ez igazából cikszem, tud, annyira sok termék megy át a kezünkön, hogy ez már igazából nekünk csak doboz. Izgalmas lehet nálatok dolgozni. Abszolút. Mi vezetett ahhoz, hogy te relatíve nagyon fiatalon egy ilyen sok milliárdos céget fel tudtál építeni? Gyerekkorodban álmodtál erről, voltak esetleg ilyen jellegű példaképeid? Azért nem szokványos, hogy valaki felépítsen egy közel 3 milliárd forintos árbevételű webshopot. Én gyerekkoromban kicsit különc voltam, tehát én szerettem egyedül legózni és stratégiajátékot játszani, szerintem minden jön, tehát a stratégiajátékokban nagyon szerettem a felépíteni és minél több erőforrással, minél hatékonyabban, gyorsabban építkezni. Én azt a mai napig a cégépítésben is úgy érzem, hogy ezt vallom, hogy nagyon gyorsan reagálok és igazából minimális várakozással lépek be dolgokba. Ez eddig ez a stratégia, ez úgy látszik működik. Akkor az azt jelenti, hogy magas a kockázattűrő képességed is?
Nem, inkább tudom azt, hogy amit lépek, az jó lesz. Tehát inkább intuíció. Akkor intuíció, és nem is számolsz. Segíts nekünk, avasd be minket, meg a hallgatókat is, hogy mi a... Minimális számolással dolgozok már. Tehát, hogy én ilyen felső számokat nézek, és utána, hogyha abban látok valami negatívat, akkor mélyebbre ások, de nem töltök sok időt adatelemzéssel. Tehát megérzésből. Nem is tudnék. Ha mindent analizálnék, akkor nem tudnék ilyen gyorsan dönteni, mert elvesznék a részletekbe. És ez a kezdetekkor is úgy volt, hogy akkor is inkább csak magas szintről nézted a bizniszt, és nem akkor, akkor még volt időm arra, hogy mondjuk nézek egy analytics-et, megnézem a visszafordulás konverziórát, tehát mondjuk egy internetes kereskedelem, egy webáruháznál annyi mindenre kell figyelni, hogy mondjuk egy százas listát összetudnék én, hogy mire kell figyelni, hogy jók legyünk. Tehát, hogy ez az évek során ugye mindegyikből próbáltuk javítani, és ugye ennek a komplexitásából van az, hogy jelenleg itt tartunk. Jó a konverzió, jó az átlagosár, jó a oldalsebesség, mobilon jól működik évek óta. Amit ígérünk, az úgy van, tehát rengeteg, az áru folyamatosan jön, tehát hogy ezek mind olyan kis apró dolgok, amiből összeáll az egész. Kiktől tanultál, vagy tanultál-e bárkitől, mentoroktól, képzéseken részt vettél, könyveket olvastál vállalkozás témában, ami segített ahhoz, hogy felépíts egy ekkora céget? Az induláskor nagyon sokat olvastam, jártam különböző képzésekre. Emlékszem, az első ilyen volt a Marketing Torta nevű rendezvény még 2008-ban, amikor még ott ültem a második első sorba. Wolf Gábor könyvét olvastam, külföldiek könyvét olvastam, hatékonyság, logisztika, Toyota módszer, Lean Startup, tehát egy rengeteg olyan könyv, ami így komplexitásában ugye minden területet lefedett Amazonról, és ebből gyúrtam úgy össze azt a gondolkodásmódot, amivel most így működünk. És ma tanulsz még bárkitől, olvasol még ilyen jellegű könyveket, vagy már nem? Már nincs időm. Honnan inspirálódsz? Érdekes, hogyha mondjuk elmegyek utazni külföldre, akkor olyan gondolatok meg tervek ugranak be, amik így előrébb visznek inspirációba. Ha külföldre megyek, és látok, hogy olyat, ami jó lenne. Vagy amire azt mondom, hogy hú, egy wow érzés, hogy ez jól működik, és akkor emögött így gondolkozok, és hogyha olyan át tudom ültetni a saját cégembe, hogy mi az, amivel jobbá lehet tenni. Ilyen volt logisztikában, hogy azért a diszkréció nagyon fontos nekünk, és eljutottunk oda, hogy 2008-ban teljesen papírmentessé tettük a raktári működést. És ugye ezzel nagyon ugrottunk hatékonyságba, és a diszkréciót még magasabb szintre tudtuk emelni. Tehát hiába jött iratmegsemmisítő konténer, oda kellett nagyon figyelni a kollégáknak, új kollégákat leoktatni, minden, de megcsináltam úgy a rendszert, hogy igazából kihagytuk a papírt. Ezzel is azzal megyünk előre, hogy két dolgot ütöttünk egy csapásra. A diszkréciót magasabb szintre emeltük, és a hatékonyságot is a raktárban. De ezek meg mind olyan gondolatok, amik így egyszer csak előjöttek, és akkor így beleszerelmesedtem, és megcsináltam rövid idő alatt. Akkor neked abszolút ez a rendszerépítés stratégia, ez a szuperképességed? Igen, és a gyengeségem az meg a people management, amiben a kollégák segítenek nekem. Egyszerre kettőt nem tudom. A rendszer gyorsabban építem, mint hozzá a kollégákat. Na, mesélj nekünk erről. Nagyon örülök, hogy ezt így egyrészt beismered, felvállalod. Én hiszek abban, hogy minden vállalkozónak vannak erősségei, amiből gyakorlatilag a biznisz sikere szerintem felépül, de igenis vannak akár olyan gyengeségei, amire viszont ugyanakkor meg szükség van. Hogyan lettél egyre ügyesebb, akkor people managementben, hogy hol tartasz most ezen a téren? Szerintem abszolút jó irányban haladok. Belül van egy ilyen folyamatos sürgetettség bennem, ami az úgy csapódik, hogy mindig várok valakire, és ugye ez engem frusztrálva érintett. Ugye ezt kell leküzdenem, hogy ezen küzdök, hogy magamnak ne támasszak olyan elvárásokat másoknak, ami ugye nem reális. Tehát én nagyon gyorsan gondolkodok, dolgozok, és ugye ezt nem várhatom el a kollégáktól, ebben segítenek a vezetőim, hogy ezt a sürgetettségi érzetet, ezt ugye ők kezelik, és úgy delegálják a feladatokat, hogy meglegyen a rendes időben. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag te mindent meg tudnál oldani sokkal gyorsabban a többieknél? Tehát van egy ilyen, csak én tudom igazán jól csinálni, én tudom a leggyorsabban, van egy ilyen belső motiváció mögötte? Mindent nem tudnék megcsinálni, csak ugye azt kell tudni a cégről, hogy ezt is self-made-ként kezdtem el, tehát ezt én jártam villamossal áruért, én csomagoltam otthon, én csináltam a weboldalon a szövegeket, a kategória rendszert. A 8. keretben laktam, én vittem ki személyesen a csomagokat a közeli utcákba, mert akkor spóroltam 1000 forint szállítási díjat, és még jattot is kaptam, tehát hogy az induláskor minden terület hozzám tartozott, mert nem volt arra tőkém, hogy ezt kiszervezzem. Tehát emiatt van egy nagyfokú rendszer ismertem, hogy mi hogy volt, mi épül, mire. Ebből következik az, hogy a tudásom miatt ezért egy új kollégához képest gyorsabban gondolkodok, és jobban átlátom. Innen jön az egyik. És mivel minden területet csináltam, ERP-t mellé, marketinget, AdWords-et, Analytics-et, azért tudom, hogy mi fánterem.
emiatt van az, hogy nem csak beleültem, hanem ugye az építkezésnél is ott voltam. És akkor most már a delegálás is jól megy ezek szerint. Így van. Mikor volt az a pont, amikor már biztos voltál benne, hogy ebből hatalmas bizniszt fogsz tudni építeni? Igazából a 2007 elején, mert hogy hónapról hónapra nőtt a forgalom, tehát láttam még a fejlődési ívet. Az egy nagyon jó érzés, hogy amióta ez a cég létezik, ez minden hónapban nőtt. Hogy ez egy olyan biztonságot ad, hogy jó irányba vagyunk, magabiztosság, motiváció, emiatt megéri csinálni. Hogyha mondjuk stagnálna vagy csökkenne, az engem frusztrálna, tehát akkor így jobban oda tenném magam. Ugye szerencsére ez most nem történik. Szóval az elején láttam, és nekünk az volt még a nagy váltás, hogy 2010-ben a nagykereskedés, ahonnan mi vásároltunk, ő felkínált azt, hogy ők nyugdíjba mennének, és vegyem át. Egy 3 éves cég életében ez egy nagy felelősség is volt, és akkor ezt a kockázatot vállaltam, és megléptem, és akkor igazából innentől kezdve jött a második éra, hogy van már nagy kereskedésünk, és a környező országokban is ellátjuk a fizikai, illetve az online webáruházakat. A stratégia lépések miatt tudunk úgy nőni, ahogy növünk. Például az, hogy most úgy érzem, hogy kell egy külföldi piacra még jobban nyitni a jövőbeni tervek miatt, ezért meglépjük, és ezt gyorsan lépjük meg. Nem évekig tervezzük, hanem igazából fél év alatt lezongorázzuk. 2007-ben mi volt a víziód a céggel kapcsolatban? Akkor még nem volt. 25 évesen én csak tenni akartam és dolgozni. Tehát akkor már ugye kezdődött a válságszele 2008-ban. Friss diplomásként ott volt az, hogy elmenjek-e dolgozni alkalmazottnak, vagy legyek vállalkozó. És örülök, hogy erre az útra léptem, mert sokkal jobban érzem magamat, és szabadságot ad. Teremthetek olyan dolgokat, ami engem boldoggá tesz, és érzéssel tölt el. Azt jól sejtem, hogy ez továbbra is egy 100%-ig magyar cég, és te vagy az egyedül tulajdonos? Vagy igen, én vagyok. Én vagyok. Felmerült esetleg korábban benned, hogy bevonj tőkét, vagy munkatársakat, kulcsvezetőket motiválj azzal, hogy részesedést adsz a cégből. Voltak ilyen gondolatok? Mi erről a meglátásod? Exiten nem gondolkoztam. Tulajdonosi motiváció az máshogy működik nálunk. Ott ugye a teljesítmény alapján vannak bónuszok különböző szinteken. Ezzel tudom azt, hogy ha jól megy a cégnek, akkor ugye tud abból részesedni is a megfelelő kolléga. Jelenleg nem gondolom azt, hogy ebből a cégből ki fogok szállni. Mert szeretem csinálni, jót teszek vele, van benne kihívás, szépen növekszik, magyar tulajdonú, szeretnék a környező országokba is piacvezetői szintet elérni. Mindenképpen van benne kihívás, amivel szeretnék foglalkozni. Akkor a kihívások mozgatnak téged igazából? Mindenképpen. És mi az, ami még ezen kívül hajt? Hogy belülről, hogy igazán mélyen, minden vállalkozónak van valamilyen nagyon erős belső motivációja, nálad ez micsoda? Én építgetni szeretek. Építgetni, igen? Igen, kis apró kis kockákat, és abból kiáll egy egész. És esetleg mást is építesz emellett, vagy ez a fő projekt? A üzleti szférában ez a fő projekt, vannak ilyen oldalágak, még a 2011-ben, amikor nagyra nőttünk már ahhoz, hogy egy normál számlázóval működjünk, és piacon körbenézve nem volt olyan számlázó vállalatirányítási rendszer, más néven ERP. Így létrehoztam egy sajátot, amiben segített mondjuk a főiskola logisztikai tanárom, ezúton is köszönöm. És ezzel összejött egy olyan rendszer, ami azóta kiszolgálja növekedésünket, és kiderült, hogy ugye más webáruházak is keresnek ilyen rendszer, és így például lett egy nagyon jó webshop ERP-nk, amit nagyon sok webáruház használ a Magyarországon. Mindez csak azért, mert hogy én szerettem egy olyan rendszert a saját cégemben, amivel hatékonyabban tudunk dolgozni, a kollégáknak jobb. Tehát bejönnek dolgozni, és érzik azt, hogy flow-ban vannak, tehát minden működik, nem kell manuálisan munkát végezni, látják, hogy hol tartanak, világos feladatok vannak. Ez ugye nekik elégedettséget ad, és ez a rendszer, ez kiderült, hogy másoknak is jó. És akkor így lett Tarani Szerpé. Idén meg elindítottam szakmai kívásként egy órás webáruházat egy barátommal. Itt azt tesztelem, hogy a jelenlegi marketing tudásunk, hogy azzal tudunk-e más piacon elérni sikereket. Ebbe az a kihívás, hogy tényleg egy újonnan felépíteni egy brandet, és úgy működni, hogy az fog-e. Nem beszéltünk még egy fontos tényezőről, mégpedig a pénzről. Az anyagiakról. Téged mennyire motivált kezdetben, mondjuk 2007-ben a pénz, a gazdagság, és hogyan motivál most? Amikor indultam 2007-ben, minimális tőkével indultam, ott ugye az volt mindig a cél, hogy mindent visszaforgatni, ami ugye nehéz volt, hogy most árut vegyen az ember, fejlesztésre költse, akkor jön a havi áfa bevallás, akkor oda fizetni. Ugye ebből fokozatosan vissza lett forgatva, eljutott utána egy olyan szintre a 2010-es évek végén, hogy már nem kellett annyit visszaforgatni. Onnantól életszínvonal növekedésre költöttem, a családomra, nyaralásokra. És most milyen szerepet játszik a pénz az életedben? Hát, hogy őszinte legyek, sok embert motivál azt, hogy a cége jól termel, mert abból tudja megvalósítani önmagát. A gyerekeknek olyan élményt adni magának, olyan élményt a családnak,
amiért megéri dolgozni. Tehát engem is ez motivál, hogy gyerekeim oktatására, elutazni, élményekre, támogatni a családom többi részét, ezek. Oké, ezek mind megvannak. És akkor mi motivál még? Kezdem ízének, forró széknek érezni. Az jó. Szeretek építkezni, tehát a cégnek a sikere az engem motivál. Ugye motivál az, hogy eredményességben tartjuk a szintet, jók vagyunk. Van esetleg olyan szám vagy vagyon a fejedben, amit mindenképp szeretnél elérni? Tehát vannak anyagi jellegű céljaid az életben? Minden vállalkozónak van olyan célja, amit hogyha elér, azt mondja, hogy nyugdíjba vonul, és hogy hátradőlhet. Én úgy terveztem, hogy 35 éves koromban nyugdíjba megyek. Nemrég töltöttem be a 40-et, és még nem mentem nyugdíjba. Hát én úgy gondolom, hogy még szeretnék azt, hogy a gyermekeimnek legyen olyan anyagi biztonság, ami neki könnyíti az életet. Szóval még azt mondom, hogy amit szerettem volna elérni, még nem értem el. Annyi nekem a feladat, hogy kicsit lassítsak, és jobban élvezzem az életet. Hogy ugye szokták mondani, hogy a vállalkozó első szakasza a mókuskerék, amikor ő dolgozik cégért, és ugye én abban vagyok már, hogy a cég dolgozzon értem. Tehát, hogy ezt a szintet elérni, ez nehéz volt amúgy, ez nagyon jó people management-tel kell, és olyan kollégákat kell megtalálni, motiválni, akik ebben segítenek. Mondtad, hogy szeretném mindent megadni a gyermekeidnek. Ők szerintem sok szempontból úgymond beleszületnek a jóba, ezt értsd jól. Hogyan tervezed átadni nekik azt az értékrendet, amivel te rendelkezel? Ez nagyon nehéz, mert ugye van egy olyan mondás, hogy szűkös idők erős embereket hoznak létre, és hogy a kényelmes, vagyis jó idők meg nem erős embereket. Nehéz, ez kihívásokkal teli, mert az egyik oldalról ugye szeretne az ember adni, de a másik oldalról meg ugye elvárások és értékrendet is kéne átadni. Szóval ennek a mixe nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy az én szüleimnek könnyebb dolguk volt ilyen szempontból, tehát ez nekem nagy kihívás, és néha tanácstalanságot is érzek, hogy most mivel teszek jót, hogy azonnal instanttal, vagy következetességgel és hosszú távú. Szóval nehéz mindenki. Éppen a munka szeretete fontos szerintem, hogy azt megtanulják a gyerekek, és amellett az, hogy a tenni akarás, és hogy jobbá tenni a dolgokat, hogy építkezni, hogy büszkék legyenek arra, amit elértek, és hogy ez hajtsa őket, motiválja. Mert a fiataloknál azt látom mostanában, főleg a felgyorsult világ és az internet miatt, hogy minden gyorsan akarnak, nem raknak bele munkát, nincs alázat, és szerintem itt ilyen szempontból az alázat is fontos, hogy igen, én nulláról kezdtem, és villamosra jártam áruért, és úgy vittem ki, és első év után tudtam menni egy Opel Corzát, és onnantól azzal jártam áru. Tehát bennem azt gondolom, hogy megvolt az, hogy mertem a szamálétre legaljáról kezdeni. Mik voltak azok a minták, amiket a szüleitől láttál? Ők mivel foglalkoztak? Mit láttál gyerekkorodban? Mind a két szülőm vállalkozó, de ilyen, hogy mondjam, egyszemélyes, tehát hogy ez a egyéni vállalkozó. Ugye itt nem tudtak rendszert építeni, ahogy nekem is nehéz volt. Kollégákat, tehát hogy a szervezetet nehezen tudtak építeni, ez a helyes kifejezés. Mindenképpen a tenni akarás minden nap lehet tenni a vállalkozásért, a családért, szépíteni a ház körül, dolgozni, maximalizmus. Az édesapámtól sokat kaptam, hogy még egy kicsit szebben. Ez akkor rossz volt, de most már értem, hogy ő mit akart ezzel átadni. Hogyha az ember egy kicsit több energiát rak bele bármibe, akkor siker fogja koronázni. És ez egy lehet klisének is hangzik, de én azt gondolom, hogy ez így van. A maximalizmusnak szerintem van egy olyan árnyoldala, és kicsit magamról is beszélek, mert bennem is van egy nagy adag maximalizmus, hogy olykor nehezen tudunk elégedettek lenni. És lehet, hogy mások azt mondják már rá, hogy fú, de szuper az, amit letettél az asztalra, de ez sokszor nem ér annyit, mert belülről még mindig frusztrálódunk, mert tudjuk, hogy lehetne ez jobb. Te hogy éled meg a maximalizmusodat? Nagyon jó beletaláltál, mert amióta ezt a céget csinálom, azért az régen nagyon erős volt. Iszonyú maximalizmus, könyörtelen mérce van belül, ami jobbá tette a céget, tehát hogy ez így a számok szerint tök jól működik, de a léleknek nem jó, mert tényleg nehezen éri az elégedettségi szintet. De úgy gondolom, hogy kellenek ilyen emberek is, mert amúgy nem haladna a világ. Mások vagyunk, nekem az a feladatom, hogy ezt az elégedettségi érzetet belül meg tudjam élni, és minél többször éljen meg. Ezen azt gondolom, hogy ahogy halad az idő, egyre jobban megy, de azért vannak néha, amikor azt érzem, hogy azért visszacsúszok, és akkor a kedvesem emlékeztet, hogy az elégedettséget kéne éreznem, sem a másikat. Miket szoktál tenni azért, hogy gyakrabban legyél elégedett? Vannak-e bevált rutinjaid, gyakorlataid? Szerintem a hallgatók között is azért biztos van egy-két maximalista, segítsünk nekik is ezzel. Szerintem a sport, amikor kikapcsol az ember, és mondjuk elmegyek a Budai Egyekbe biciklizni, és akkor lenézek a városra, és akkor úgy érzem, hogy én most mondjuk munkaidőben itt vagyok, és hogy mennyire jó érzés. Ez mindenképpen, vagy egy könyv elolvasása. Szakmilag tök jó érzés már, hogy egyre több helyre írnak kerekasztalra, vagy előadásra, vagy akár ide is. Ezzel azt érzem, hogy amit csinálok, azt tényleg elégedettséggel kell, hogy eltöltsön, mert nem mindig érzem így. Szóval ezek egy olyan visszajelzések, amivel azt érzem, hogy jó úton haladok, és hogy megérdemlem azt, amit eddig elértem. És mi szükséges ahhoz, hogy azt mondd, hogy én most már 100%-ig elégedett vagyok?
Van ilyen a fejedben? Hogy őszinte legyek, nincs. Jó lenne, hogy egyszer elérném, de nem találom azt. Azt örök, hogy lépésről lépésre haladok, és hogy épül, de hogy ha eladnám a céget, azt jelenti, hogy üres lenne az életem. Tehát nagyon rossz érzés. Tehát most lehet, hogy csapdába is vagyok. Igen, ez egy most egy dilemma, amit majd nekem kell megoldani, és az én feladatom, de mindenképpen érdekes. Van olyan társaság körülötted, olyan sikeres vállalkozók, akikkel tudsz erről beszélgetni, akik hasonló cipőben vannak? Vannak mindenképpen. És náluk mit látsz egyébként, mik a gyakori minták ezen a téren? Ők is nagyon szeretik csinálni. Azt látom, hogy tudják, hogy mit akarnak, stratégiailag építkeznek, motivál az ő sikerük, ahogy az én sikerem is motivál őket, megosztjuk az információkat, egymásnak segítünk, megnézzük, hogy hogy működnek, tehát mindenképpen inspiráló. De azt érzem, hogy nekik is az életük része, és szeretik csinálni. Tehát az olyan, hogy ha szeretjük csinálni, akkor ne kelljen lemondani róla. Jó építkezni, jó bemenni, jönnek az új dolgok, az izgés van, izgalmas, jönnek a visszajelzések a vásárlóktól, hogy jól csinálod, szeretik, amit csinálunk, kedvelik a céget, visszatérnek. Volt például egy olyan történet, hogy az ügyfélszolgálatra jött egy panasz, hogy az egyik örömszerző termék nem működik. Ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy ha nem tudunk segíteni a telefonon, akkor küldje vissza, és mondta a hölgy, hogy nem tudja visszaküldeni, mert egy mozgássérült. És én mentem ki személyesen, és igazából annyi volt a probléma, hogy egy rosszul rakta be az elemet, tehát igazából a plusz-minusz felcsértés. Hogy én ezt megcsináltam neki, még akart adni borravalót is, de nem fogadtam el. És utána, amikor volt egy évvel később vásárlói elégedettségi felmérés, akkor ez a hölgy beírt, hogy az egyik kollégájuk kiment segíteni, és hogy sose felejti el. És ez én voltam. És ez egy nagyon jó érzés. Hogy én vettem a fáradtságot, kimentem, és segítettem. Ugorjunk az időben 10 évet előre. Mit fogsz akkor csinálni 2033-ban? Hogy fog kinézni egy átlagos napod? Reményem szerint kevesebbet kell dolgoznom. Én azt gondolom, hogy ilyen napi 2-3 órát kéne nézni, és amíg igazából a nagy vágyam, hogy úgy elmenni nyaralni, hogy ne dolgozza. Ezt még nem tudtam elérni, hogy mondjuk elmegyek egy hétre, és hogy ne nyissam fel a laptopot. Azt már el tudtam érni, hogy a telefont kikapcsolom, nincs hívás, de azért van egy ilyen érzés, hogy azért ránézek az e-mailekre. De ebbe is az van, hogy ha írnak nekem, akkor a kollégák ne várjanak az én válaszomra, mert az nem hatékony. Tehát azt kéne elérnem, hogy ne kérdezzenek, ne kelljen belefolynom az ügyekbe, mert akkor ugye nem kapok e-mailt, úgy akkor nyugodtan tudok pihenni. És mi szükséges ehhez, hogy elérd ezt? Szerintem jó úton haladunk, a csapatnak átadni minden tudás, ami bennem van, és hogy tudják azokat a célokat, ami engem is mozgatnak, és akkor igazából egy csónakban vagyunk, de már nem nekem kell belefolynom mindenbe. Mindenképpen tulajdonosként szeretnék működni. 10 év múlva is tiéd lesz még a vágyaim.hu? Igen. Tehát jöhet akárki, akár mekkora összeget ajánlhat érte, akkor is ki fogsz tartani. Mindig van az a mondás, hogy mindennek megvan az ára, jelen pillanatban úgy érzem, hogy maradok. Köszönöm szépen ezeket az mély és őszinte válaszokat. Neked is készültem néhány villámkérdéssel. Előtte azonban még hadd kérelek meg titeket, kedves hallgatók, hogy ha még nem iratkoztatok volna föl Karizma Podcastre, akkor tegyétek most meg azon a lejátszón, amin hallgattok minket, akár Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy épp YouTube-on. No, és akkor villámkérdések. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál? Több tőkével indulnék, mert azt éreztem utólag, hogy nagyon lassan haladtam a tőke hiányában. Nagyon apránként kellett összerakni, tehát sokkal jobb sikert tudtam volna elérni gyorsabban, ha lett volna tőkém, tehát itt nekem a tőke hiány volt, amit máshogy csinálnék, minden többit ugyanúgy. Bár ennek is van szépsége, hogy egyedül kezdtem és apránként, tehát hogy ez meg jó érzéssel, elégedettséggel tölt el. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Impulzív vagyok. Miben vagy impulzív? Mindenben. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet? A rendszerben való gondolkodásban. Mi a legnagyobb félelmed? Hogy elfáradok. És van ennek bármi esélye? Úgy gondolom, nem. Most a vicces lennék azt kérdezni, hogy hogy szolgál az egészséged, de tényleg egyébként, hogy vagy egészségileg, Norbi? Emellett a hatalmas munkabírás és maximalizmus mellett. Jól vagyok. Minden értékem megfelelő. Kicsit aludhatnék többet. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy őrültség? Hát szerintem egyszer 5 országban elindulni, szerintem az őrültségnek hangozhat. Én bízok magunkba, igazából gyorsan, hatékonyan megyünk ki, minimális anyagi ráfordítással teszteljük a piacokat. Amelyik piac megtapad, arra építkezünk, tehát igazából nem piackutatásra költjük a pénzt egy ügynökségnek vagy egy tanácsadó cégnek, hanem kimegyünk és mi lekutatjuk, de már úgy, hogy élesben. Ez úgy gondolom, hogy mind gyorsabb és hatékonyabb és anyagilag is jobb. Mi az, amit szeretnél hagyni magad után? Van olyan vállalkozó barátom, aki legacy-t akar, és hogy ő milliárd dolláros széget építeni, és az legelsőt Magyarországon.
De nekem ilyen vágyam nincs. Én csak jól akarom csinálni, amit csinálok, és emlékezzenek így rám. Tehát, hogy nincs az a vagy szobrot, vagy bármi. Úgy, amit szeretek, azt csinálom, és igazából nekem ez így boldoggá tesz. Norbi, köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Nagyon értékes és tanulságos volt. Én köszönöm. És köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy velünk tartotok a következő adásban is. Addig is a legjobbakat mindenkinek, és lépjetek be a Karizma Podcast Facebook közösségbe, nagyon fontos, illetve keressétek az adásnak a jegyzeteit a karizmapodcast.hu-n. Találkozunk hamarosan, addig is a legjobbakat mindenkinek. Még egyszer, sziasztok!